6 milliárd forint uniós forrás fordulhat itthon a kora gyermekkori intervencióra. A fejlesztések összehangoltan az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai intézmények szakszolgálatok feladata lesz. A korai fejlesztés már egyre több eltérő fejlődésű gyermeket érint, 0 és 3 éves kor között a legfontosabb. Az országos statisztikák tükrében elmondható, hogy növekedett azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen idegrendszeri eltéréssel születtek, és 0-3 éves kor között korai fejlesztésben kell részesülniük. Itthon 6 milliárd forint fordulhat erre a célterületre. Ez arra lesz elegendő, hogy behozunk új diagnosztikai eszközöket Magyarországra, amelyeket adaptálunk, ezek nagyon drágák. 20 éve nem történt meg ilyen jellegű a diagnosztikai eszközöknek a megújítása. Rengeteg képzést fogunk biztosítani. A halmozott a hátrányos helyzetű régiók, például ezen megyében is ez fellelhető, ahol védőnők, szolgáltatók sincsenek, nemhogy különböző terápiás eljárások, tehát az alapellátásban is hiányzik ellátás. Megpróbáljuk ezeket mobil ellátórendszerrel, egy pilot jelleggel, hogy működhet-e, hogy a szolgáltatás megy a családokhoz, és nem a családoknak kell keresni a szolgáltatót, biztosítani. Informatikai fejlesztések lesznek, szóval számtalan olyan képzés lesz, ami valójában tényleg az alapjaiban próbálja megerősíteni az ellátórendszert. Egy 2013-as rendelet alapján a pedagógiai szakszolgálatok alapfeladata a korai fejlesztés, de az ágazatok együttműködése elengedhetetlen ezen a területen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgalat főigazgatója Gavalér Andrea a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét, üdvözlöm! Egy picit visszatekintünk erre a múlt heti konferenciára, és az volt a fő vezérfonala ennek a konferenciának, hogy összehangoltan kell működni a korai intervencióban, vagy korai fejlesztésben a különböző intézményeknek, szakszolgálatoknak, ágazatoknak, mint egészségügy, szociális szféra és a pedagógiai szféra. Miért van szükség egy ilyen felhívásra, hogy ezek az ágazatok igenis dolgozzanak össze és dolgozzanak együtt? Azt gondolom, hogy a pedagógiai szakszolgálatok egy kicsit később csatlakoztak ehhez az együttműködéshez, mivel 2013 óta került át ez a feladat a szakszolgálat alapfeladatai közé, és akkor azt tapasztaltuk, hogy bizony minden egyes terület végzi a saját dolgát, de nem igazán tudunk egymás munkájáról, és így elég sok gyermek kicsúszhatott ebből a rendszerből, anélkül, hogy észrevettük volna esetleg az eltérő fejlődést, vagy nem kapta meg a szükséges fejlesztést. Miben lesz változás? Mit jelent ez az együttműködés? Mit fogalmaztak meg ezen a rendezvényen, és hogy mi lesz az irányadó feladat ezután? Igazából már korábban elkezdődött azért ez az együttműködés, tehát a konferencia csak egy ilyen csúcsa volt ennek a már korábban elinduló tevékenységünknek. Amire igazán szükség van, az az, hogy tudjunk egymás munkájáról, segítsük egymás munkáját, próbáljunk egységesen egy olyan eljárásrendet kidolgozni, ahol a gyermek utat nyomon tudjuk követni. A bekerüléstől a rendszerből való kikerülésig. Én úgy gondolom, hogy érdemes megfogalmazni azt, hogy mit jelent az eltérő fejlődés, és hogy hol figyelnek föl először arra, hogy a gyermek eltérő fejlődésű. Azt gondolom, hogy minden szülő össze szokta hasonlítani a gyermekét, akár a szomszéd, akár a barátnő gyermekével. Már egészen csecsemő. Már egészen picikortól kezdve, és nyilván azt tapasztalhatja, hogy nem egyformán fejlődnek. Tehát az, hogy nem teljes mértékben minden gyermek ugyanabban az időpontban ugyanazt a fejlettségi szintet éri el, ez egy teljesen természetes dolog. Az viszont, hogy mi tartozik a tipikus fejlődéshez, illetve hogy mit nevezhetünk mi ilyen eltérő fejlődésnek, az nyilván befolyásolja az, hogy milyen genetikai adottságokkal, esetleg a születéskor milyen sérülésekkel született ez a gyermek. De hogyha a születéskor nem volt semmilyen sérülés, akkor is lehet eltérő fejlődésű egy gyermek, hogyha vannak mérföldkövek, és annak nem felel meg, vagy esetleg késve végzi azokat a
mozgásfejlődésben, beszédfejlődésben, értelmi fejlődésben is megnyilvánul. Így van. Ha bármi ilyet észlel a szülő, azt gondolom, hogy szakemberhez kellene fordulni, és megerősítődik abban, hogy ez még belefér-e abba az úgynevezett normális fejlődésmenetbe, vagy pedig esetleg segítségre van szükség. Ugye a miniszteri biztosasszony mondta nekem ezen a konferencián, hogy olyan újfajta terápiás eljárások, illetve eleve diagnosztikai eszközök is meghonosodhatnak itthon, ami már nyugaton 20-30 éve működik és van, de nálunk akár forrás hiány, akár szakmailag még nem volt indokolt ezeket bevezetni, de most megjelenhetnek. Milyen terápiás eljárásokra gondoljunk, milyen diagnosztikai eszközökre? Igazából ugye a pedagógiai szakszolgálat intézményrendszerébe tartoznak a szakértői bizottságok, ahol igazából a diagnosztika történik, és a szakértői bizottságokban jelenleg nem nagyon rendelkezünk olyan eszközökkel, ami az egészen pici gyermekkorban már képes a kognitív funkciókat például, vagy a mozgásfejlettségi szintet mérni. Tehát olyan új eljárásmódok ezek, amelyek a 3 éves kor alatti gyerekeket is képesek diagnosztizálni. Eddig nem álltak rendelkezésünkre ezek a tesztkészletek, illetve a gyógypedagógusok sem igazán képzettek ebben a területben, mert hogy ez egy speciális terület. Tehát akkor lesznek ehhez képzések is? Nyilván, igen, ebben a támopos programban, vagy FOPOS programban lesznek ehhez kapcsolódó képzések is. Egyébként korábban az volt a gyakorlat, hogy inkább az óvodáskorban találták meg ezeket a gyermekeket? Igen, az a helyzet, hogy még most is inkább 3 éves kor fölött, tehát amikor bekerült egy köznevelési intézmény rendszerébe, akkor figyelt fel igazából az óvónéni arra, hogy itt valami gond lehet. A védőnői hálózat azt gondolom, hogy eddig is nagyon jól működött, de talán egy kicsit elsikkadtak a fölött, hogy nem akarták felerősíteni ezeket a problémákat, nem akarták sok esetben megijeszteni a szülőt, és sokszor azt mondták, hogy majd kinövi, majd utoléri az apukája is későn kezdett el beszélni, tehát inkább az óvodába derültek ezek ki, amikor már nyilván láthatóbb jelei voltak. És szükség lett volna esetleg specifikus vizsgálatokra ezeknél a gyerekeknél már a 3 éves kor előtt? Hogyan gondolják ezt? Mindenképpen már vannak korai jelei ennek. Tehát nem 3 éves korban jelentkeznek ezek a tünetek, hanem akár pár hónapos korban már észre lehet venni. A védőnőknél most január 1-től talán bevezetnek egy olyan szűrő eljárásmódot, ami 3 havonta fogja a gyerekeket szűrni. Abban nagyon sok területet, kognitív funkcióktól kezdve mozgásfejlettséget, nyilván az élet első évében főleg ezeket fogják szűrni. A szülők segítségével kérdőíveket, teszteket fognak kitölteni. Tehát mindenképpen időben fogják ezeket észlelni, felismerni. A terápiák és a fejlesztő módszerek mennyire hatékonyak, mennyire eredményesek? Mindig felmerül ez a kérdés, hogy eljuttatható-e az a 3-6 éves gyerek oda, hogy bekerülhessen az integrált oktatásba? Nyilván, hogy attól is függ, hogy milyen súlyosságú az ő sérülése, illetve hogy mennyire időben veszik észre. Azt tudjuk, hogy az élet első évében a leghatékonyabb és a legintenzívebb a fejlesztés eredménye, az idegrendszer akkor még nagyon-nagyon fogékony és alakítható. Hogyha ez a fejlesztés megtörténik időben, akkor elég jó eredményeket tudunk elérni. Az oktatás hogyan fogadja az ilyen gyerekeket? Ugye ez még egy nagyon nagy kérdés, hogy felkészülnek-e, vagy felkészültek-e erre? Azt gondolom, hogy nagyon eltérő a kép. Vannak olyan intézmények, ahol nagyon jól működik az integrált oktatás, és van, ahol kevésbé. Ez nagyon összetett probléma, sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy talán a felső oktatásban, a képzésben kellene, és ahogy tudom, a kormányzatnak van is ilyen elképzelése, terve, hogy a pedagógusok a speciális igényű gyerekek oktatásához még plusz képzést kapnak. Úgy tűnik, hogy nem kapnak jelenleg a képzésben olyan gyakorlati jellegű módszereket, eszközöket a kezükbe, amivel segítenék az integrációt. Pedig most már vannak ilyen speciális területek, az inkluzív nevelés is egy ilyen terület, nagyon amit sokan el is végzik pedagógusok közül, de talán azért mondtam, hogy a felsőoktatásban muszáj lenne egy kicsit gyakorlatorientáltabbá tenni
Főigazgató asszony, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.